Jó napot kívánok! Dr. Emily vagyok. Külzői vagyok. Speciálban ideg, de most Nyírháza lakom. Ez a lány egyike annak a 6 külföldi hallgatónak, akik mások mellett Tunéziából, Jemenből, Angolából és Bangladesből érkeztek Nyíregyházára. Néhány hét alatt jutott el erre a szintre az egyetem idén ősszel indult Magyar, mint idegen nyelv című kurzusának köszönhetően. Az Erasmus és Stupendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatóval kezdték meg a képzést, rajtuk kívül még 3 külföldi tanul itt ebben a tanévben. Közülük van, aki már egészen jól beszéli a magyar nyelvet. Ha Isten fog segíteni, is fog segíteni fog, és most január 31-en diplomázni fogok. A hallgatókat hétfőn köszöntötték a felsőoktatási intézményben ajándékcsomaggal kedveskedve nekik, benne az egyetem saját fejlesztésű angol nyelvkönyveivel. Mint az eseményen elhangzott, a kurzuson oktatóknak magyar szakos tanárként is szakmai kihívást okozott a felkészülés, a járványhelyzet miatt pedig technikai kihívásokkal is szembesültek a képzés beindítása után. Úgy kellett elindítani a képzést, hogy a jelenléti oktatással párhuzamosan biztosítanunk kellett az online kapcsolatot, ami nem volt mindig könnyű. Volt olyan hallgatónk, aki angolából vagy tudott csatlakozni, vagy nem, megszakadt a vonal. Tehát ez egy hát én szerintem a tanárok rémálma, hogy próbáljon párhuzamosan egy online képzést úgy létrehozni, hogy jelen van 2 vagy 3 hallgató éppen, akik már jelen tudtak lenni, és közben biztosítani, hogy tankönyvvel dolgozunk, a tankönyvnek viszont át tudtuk küldeni az elektronikus változatát, de kapcsolatot tartsunk egy ilyen nagyon-nagyon nehéz online rendszerben. A cél, hogy évvégéig eljuttassák őket a középfokú szintre, alkalmassá válva arra, hogy tanulmányaikat magyarul Magyarországon folytathassák. A második fél évtől aztán szaknyelvi képzésben részesítenék őket. Bashar Salem vagyok, jemeni vagyok, hosszívás vagyok. Ez a fiú szeptemberben érkezett Nyíregyházára, orvos szeretne lenni, és aztán az országban elhelyezkedni. Azért választottam ezt az egyetemet, mert elindították a magyart, mint külföldi nyelvet oktató képzést, ehhez pedig megfelelő infrastruktúrát és jó tanárokat biztosítanak. Az egyetem már korábban is több lépést tett a nemzetközi esítés érdekében. Az Erasmus programba bekapcsolódtunk, tehát ide is jöhettek külföldi hallgatók, illetve a mi hallgatóink külföldön folytathatták a tanulmányaikat, illetve fogadtuk a magyar nyelven tanuló külföldi hallgatókat, ezért van az, hogy 2016-ban jött az első angolai fiú, 18-ban pedig a másik, aki gépészmérnöki szakon tanul. A magyart, mint idegen nyelvet oktató egyéves kurzus a Pécsi és Szegedi Tudományegyetem után 3. intézményként indult el Nyíregyházán. A közeljövő tervei között szerepel, hogy 3 anglisztika, gépészmérnök és mezőgazdasági mérnök szakon indítsák el angol nyelvű képzésüket, ezzel is segítve a kulturális sokszínűséget és a versenyképességet. Erre várhatóan jövő szeptemberben kerülhet sor.